Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket az immár hagyományossá vált hálaadó szentmisén, amit a jubiláns házaspárokkal tartunk, akik 5, 10, 15, 20, 25, stb. Évekkel ezelőtt kötöttek házasságot. Összesen 287 házaspár jelentkezett be erre a hálaadásra, ami nagy örömet jelent, mind Isten hívő népének, legnagyobbat talán csak önöknek jelenthet, de szerény, hadd mondjam, hogy az egyházmegye püspökének is örömet jelent. Anélkül, hogy sorrendet szeretnénk fölállítani, hadd mondjam el a jelenlévőknek, hogy van közöttünk egy olyan házaspár, aki 70. házassági évfordulóján ad hálát, és ketten olyanok, akik 65 évvel ezelőtt kötöttek házasságot, de rajtuk kívül is mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök. És mindnyájunk nevében szeretném köszönteni Magyarország apostoli nunciusát, August Michael Boom atyát, aki itt Magyarországon több mint egy éve tölti be szolgálatát, és egy kicsit azzal is hadd büszkélkedjünk, hogy a nagymamája a mi egyházmegyénkben született, ezért is gondolom fogadta olyan nagy örömmel a meghívásomat, hogy vegyen részt ezen az ünnepségen, azonnal igent mondott rá. Kedves nuncius atya, siamo molto lieti che lei può partecipare in questa grande festa della diocesi, speriamo che la sua presenza non soltanto per i giubilanti e per loro familiari, ma anche lei personalmente darà una grande gioia. Krisztusban, kedves ünneplő testvéreim! A nagyon tudatosan kiválasztott szentírási szakaszok felolvasása után szabad legyen néhány gondolattal mélyíteni ennek üzenetét, és valamiképpen alkalmazni a saját életünkre. Mindenek előtt azt kell tudatosítanunk és megerősödnünk ebben a tudatban, minden más jellegű hirdetés, minden más jellegű vélemény ellenére, hogy a házasság az nem emberi, hanem isteni mű. Azt olvassuk a Teremtés könyvében, Isten teremtette az embert férfinak és nőnek, és szívükbe oltotta az egymás utáni vágyat. Azért, mert nem jó az embernek egyedül lenni, hallottuk. Ennek tudatában Tóbiás közös életük kezdetén azért fordult Sárához, hogy imádkozzanak együtt, hogy Isten áldása legyen az életükön. Mindjárt egy fontos tanúság, egy jó házasság nem működhet együttes, közös imádság nélkül. De Tóbiás fontosnak érzi hangsúlyozni, nyilván felesége számára is, hogy nem élvezett vágyból veszi feleségül, hanem Isten előtti felelősséggel, igaz szeretettel. Másik rövid tanúság mindjárt. Egészen biztosan azért van ma a házasság körül olyan sok probléma, mert bizony sokakban a közös életre való vágy csak a testiség kapcsolatára épít. Lacordier, a francia hitszónok egyszer egy beszédében ezt találta mondani, egy óra hosszat szeretni állati dolog. Egy évig szeretni, emberi dolog. Egy egész életen át szeretni, angyali dolog. Egy életen át csak egyet szeretni, isteni dolog. Ebből a néhány sorból is, kedves testvérek, mindjárt megértjük azt, hogy igenis, aki a házasságra, erre az emberi szövetségre vállalkozik,
nem nélkülözheti Isten segítségét. Tóbiás azt a kérést fogalmazta meg Isten felé, hogy engedd, Uram, hogy együtt örekedjünk meg. Igen, mert ő fölismerte, amit minden hívő ember fölismer, életünk Isten ajándéka, és egész életünk a gondviselő Isten kezében van. Ezért van szükség ezen emberi szövetség a házasság megéléséhez is, Isten szeretetére, segítségére, áldására. Tóbiás nagyon jól tudta, hogy Isten áldása nélkül az emberi törekvés kevés. Ma oly sok ember sajnos nem képes fölismerni, hogy rászorul Isten segítségére. A materiális dolgok biztonságában sokan azt gondolják, hogy magukban, a maguk erejéből mindent el tudnak érni. Csak döbbenetes élmények vezetik rá őket arra, hogy bizony a materiális dolgok még a házasságban is kevésnek bizonyulnak ahhoz, hogy béke, szeretet legyen a házastársak között. Nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus megalapította a házasság szentségét, amelyben Isten különös ajándékát ígéri azoknak, akik Isten szándéka, akarata szerint akarják élni közös életüket. Minden ember rászorul a Teremtő Isten segítségére. Még azok is, akik erről nem akarnak vagy nem tudnak tudomást venni, mert még nem ismerik Istent, Isten szeretetét, Isten nagyságát. Szükség van Isten segítségére, mert számtalan dolog, ma különösen sok dolog teszi próbára a férfi és a nő kapcsolatát. És bizony, aki őszintén szembe mer nézni önmagával, arra is rádöbben, hogy az ember a maga erejéből még szeretni sem tud tökéletesen. Nekem nagyon kedves vers Váci Mihálynak egy hosszú, most itt nem akarom idézni az egész verset, de három gondolatot hadd emeljek ki belőle, ahol a költő éppen arról elmélkedik, hogy még a szerelemhez, a házassághoz is nagy szükség van Isten segítségére. Ekképpen írja: áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Majd a vers afelé kulminál, hogy minden emberi cselekedetből hiányzik az Isten, ha az ember nem akar tudomást venni róla. Akik nem ismerik be, hogy szükségük van Isten segítségére, félő, hogy nagyon könnyen zátonyra futnak. Pál apostoltól olvastuk a szeretet himnuszt. Az apostol jól rávilágít a szeretetnek számtalan törékeny jellegére. Ezért írja le, hogy milyen a tökéletes szeretet, hová kell növekednünk, mit kell elérnünk. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem tapintatlan, nem a maga javát keresi, mindent eltűr, mindent elvisel. Hol vagyunk ettől? Mindnyájunknak egy életre szóló feladat az, hogy a szeretetnek egy ilyen tökéletességére eljussunk. Ezért figyelmeztet Jézus bennünket, csak azt tud megmaradni az emberek iránti szeretetben, mondhatnánk, csak az tud megmaradni a házastársi szeretetben,
aki megmarad Isten szeretetében. Kedves jubiláns házaspárok! Annak idején 5, 10, 20, 65, 70 évvel ezelőtt Isten áldását kértétek, mint Tóbiás közös életetekre. Már tudjátok, mert megtapasztaltátok közös életetekben, hogy Isten nélkül nem megy. Nélküle nem, de vele valóban mindenre képes az ember. Ott, ahol az emberi erő véget ér, Isten szeretete, Isten nagysága mutatkozik meg. Köszönjük életetek példáját, amit nekünk s a világnak, főként a hitetlen világnak adtok. És köszönjük különösen azt is, hogy vállaltátok, hogy a mai napon itt, a Győri Székesegyházban együtt ünnepeljünk, együtt adjunk hálát Istennek, ezzel egymást is erősítve, de Isten népét is erősítve, és mi is osztozhatunk a ti örömötökben, hálaadásotokban. Isten őrizzen, segítsen benneteket még sok-sok számos éven át. Amen. Férjek mondják utánam, áldott vagy Istenünk, mert jóságodból feleségül adtad nekem. Most a feleségekhez. Áldott vagy Istenünk, mert jóságodból férjemül adtad nekem. Mindketten ismételjék, feleségek és férjek is. Áldott vagy Istenünk, mert életünk folyamán, jó és bal sorsban, jóságosan mellettünk álltál. Kérünk, segíts minket, hogy a kölcsönös szeretetet hűségesen megőrizzük, és ezáltal tanúi legyünk annak a szövetségnek, amelyet a Szentírás szerint az emberekkel kötöttél. Excellencias Véres András, megyes püspök úr, szeretném megköszönni a meghívást. Nagy öröm számomra, hogy a egyház nagy családjával, ilyen sok családdal együtt imádkozhatám a mai szentmisében. Kedves édesanyák, édespapak, nagymamák, nagypapak, kedves családok! A szentmise végén most szeretném megköszönni jelenléteteket, tanúságtételeteket hitetekről, elköteleződésetekről. Számomra megtiszteltetés, hogy veletek találkozhatok. Ferenc pápa gyakran beszél a ti hivatásotokról. A család Isten műve. A Szentlélek gyümölcse pedig, hogy egyesít minket Krisztussal, különösen is az Eukarisztiában. Ti különleges tanúságtevői vagytok Krisztus szeretetének, annak a szeretetnek, amellyel ő szerette egyházát. Azért imádkozok, hogy a Szentlélek töltsön el titeket minden nap olyan örömmel, amelyet senki soha nem vehet el tőletek. Ez az öröm lelkes, vidám keresztényekké, tanúságtevőkké tesz titeket. Ez az öröm sohasem múlik el. Isten áldjon, kísérjen titeket és szeretteiteket. Dicsőítsék a Jézus Krisztus. Köszönjük szépen, hogy magyar nyelven is nunciusul.
köszöntötte a jubiláns házaspárokat, és miként a szentmise elején már jeleztem, akkor még úgy tudtam, hogy egy 70 éves és két 65 éves jubiláns van közöttünk, de egyik 65 éves bizonyára nem tudott megjönni valami oknál fogva. Viszont, mivel ők a legidősebb házaspárok közöttünk, a nuncius úr szeretné személyesen átadni azokat az emléklapokat és tárgyakat, amiket a többieknek majd a szentmise végén már mi osztunk ki. Téged dicsérünk és áldunk, Istenünk, mindenek teremtője, aki kezdetben megalkottad a férfit és a nőt, hogy létrehozzák az élet e szeretet közösségét. Hálát adunk neked, mert kegyesen megáldottad testvéreink családi közösségeit, hogy azok Krisztusnak és az egyháznak egységét jelenítsék meg. Tekints jóságosan a mai napon reájuk, akiknek közösségét megőrizted az örömök és a gondok között. Házassági szövetségüket szüntelenül újítsd meg, gyarapítsd szeretetüket, erősítsd meg közöttük a béke kötelékét, hogy az őket körülvevő gyermekeik és unokáik között mindenkor a te áldásodat élvezzék, Krisztus a mi Urunk által. Amen.